Sziasztok, ez itt a Bögre Civilization 6 végjátszásának 9. epizódja azért, na. Hagyjuk már meg azért az, ami jár. Ne hamisítunk történelmet. 9. epizódja, ami azt jelenti, hogy szerintem nagyjából érkeztünk a sorozat közepéhez, bár ebben nem vagyok biztos. Az a helyzet, hogy közben pedig menjen a kör, mert most nincs semmi mondani valóm, vagyis tenni valóm, hanem a gép lép, hogy számolgattam és arra jutottam, hogy az lenne a legjobb, hogyha ez a sorozat addig menne, amíg meg nem érkezik az imperátor. Mert nem nagyon van nekem időm sajnos arra, hogy most az imperátornak még egy külön sorozatot indítsak, és nagyon szeretném, hogy mind a kettő legyen a csatornán jelen, de az imperátor fontosabb. Az imperátor mindennél fontosabb. Úgyhogy az lesz az én szerény számításaim szerint, hogy az imperátor érkezésével véget vetünk ennek, ami április 22, legkésőbb, hát ha kicsit hamarabb. Ú, ez a Nighter, ez kéne nekünk. Azt hiszem, a kommentból, hogy erre szükség lehet majd, mert kell az egységeknek, a reneszánszkori lőfegyveres egységeknek. De itt is van Nighter. Ha leraknánk ide, ugye azt hiszem ide akarunk rakni egy várost. Tudom, azt mondjátok, hogy ide rakjuk, de a Nighter miatt lehet, inkább ide rakjuk. Good. Jó, oké. Okay. Szóval, közben építsák itt dolgokat, igaz? Watermill, mert itt nem nagyon van ilyesmink. És veled meg támadunk, vagyis hát legalábbis ide jövünk. És valószínűleg nem a legjobb ötlet lenne ezzel megtámadni, és csak állít védekező helyzetbe. Jó, te ijász vagy. Azt is mondhatok, hogy ne tartsuk meg az egységeinket, de nem lenne drágább kidobni őket? Tudom, hogy pénzbe kerülnek, de annyira nem sokba. Igaz? Szerintem nem. Veled mit akartam csinálni? Tudom, hogy volt valami tervem veled, de nem tudom, hogy micsoda. Valószínűleg egy építést tudsz még csinálni, akkor lehet, hogy nem volt tervem. Akkor viszont ide rakok téged, és akkor vasat fogsz szerezni nekem. Meg minden mást is, ami azzal jön. Szóval, Imperátor április 22-én jelenik meg legkésőbb, ami bő egy hónap, inkább 5 hetet mondanék, és akkor még azt jelenti, hogy még 5 hétig futhatna ez a sorozat, 2x5 rész, ami sok rész. Igen, ami 10 rész. Ami 10 rész, és akkor 10 részen át még játszhatnánk ezzel a játékkal. Valószínűleg nem érnénk sem eddig, mert most ezzel az 9 részsel 184 kört tettünk meg, és szerintem az azt jelenti, hogy akkor nem érnénk el az 500-ig, nem érnénk el a játék végéig, de hát ha amúgy hamarabb jön a játék végé, értitek? Ez nem azt jelenti, hogy az 500-adik körben lesz játéknak vége, hanem addig játszhatunk max. Úgyhogy nem tudom, meddig jutunk. A streamelés valószínűleg, illetve valószínűleg utána még vissza fogunk térni ez a játékhoz mindenképpen. De egyelőre át fogja helyét venni az Imperátor. Kampusz? Ide jöhetne egy kampusz. Sőt, ide jöhetne egy kampusz. Plusz 2 science. Azt hiszem, hogy kell nekünk most kampusz for some reason, de nem emlékszem, hogy miért. De úgy emlékszem, hogy kell nekünk kampusz. És ennek megfelelően, ja, én azt mondom, hogy egyezünk meg abban, hogy ez a sorozat most... Yay, Angry Empire! Szívesen build this first improvement to a tide that is enriched by a natural disaster. Wow, mik vannak. Szóval ebben a játékban még nagyon sok minden van. Ja, itt a natural disaster, remek. És ebben ezért én mindenképpen akarok még vele játszani. De egyelőre, talán majd az egyik Eunice sorozatnak a helyét fogja átvenni. Most ezt tudom mondani. Hogyha véget ér, mondjuk mi fog hamarabb véget érni most? Az indiai invázió. Én jobban szeretném, hogyha két Eunice sorozat futna, de még jön menni az imperátor is. Nem tudom. Nem tudom, hogy lenne a legjobb. Ó, itt mi van? Itt van a DM, elkészült a DM-ünk, de jó néz ki. Szóval, ja, meglátjuk, hogy lesz, de most maradjunk annyiban, hogy ez a sorozat eddig tart. Jó? Remélem nem haragusztok. De még a felénél járunk csak, lehet, hogy már most unjátok. Nem tudom, az Imperátor viszont nagyon jó lesz. Azon túl, hogy ez is nagyon jó. Azt még nem tudom, hogy esetleg azt tudom-e hamarabb, lesz egyetlen hamarabb elérés.
És hogyha lesz, akkor mi nekünk hozzáférésünk lesz hamarabb eléréshez, egy héttel mondjuk, de hogyha nem, akkor is, akkor meg találkozunk április 22-én. És lesz belőle stream, meg minden is. Hé! Hey! Hé, hey, ne győzz már le, hát én akarom legyőzni, dude. Nem tudom, miért én akarom, de én akarom legyőzni. Mondjuk nagyon keveset sebez ez a lovassággal neki venni a Spearmannek, az elég bátorság. Ez bátor dolog. És nem okos, csak simán bátor. De ma, végül is nekünk jó így. Mert legalább sebezte. Még tovább sebződött. Awesome. Research complete. Helyött Tuakali és a Pikeman. Most már lesznek Pikemanjeink is, vagyis lehetnének. 180-ba kerül, mi lenne, hogyha nem. És ezzel pedig, hát... Ezzel az egységgel most nem győznénk le még teljesen, úgyhogy jön, lépjünk ide vele. Ezzel meg ide, csak olyan utánpótlásképpen. És reménykedjünk benne, hogy Kanada nem győzi le azt a következő körben. Mert ha igen, akkor fölöslegesen jöttünk ki. Kartográfia, plusz 2 gold from fishing boat improvements. Ez király. Ez jó ötlet. Mi kéne itt még nekünk? Build an armory, build to universities, adopt government with 6 inherent policy slots. Miért nincsen még nekem monarchi? Ugye még nincs itt monarchiám ebben a végjátszásban. Szerintem még nincsen. Mi is kell hozzá? Oh boy. Pedig csak lehetne. Tényleg nincsen? Hol van az államforma? Nem elérhető a monarchy. Divine right. Ja, ez civicből jön. Ó, és most dolgozunk rajta. Oké, semmi. Semmi. Régen volt a legutóbbi felvétel. Erőt eszembe, most nem fogom tudni azonnal lereagálni ebbe az ehhez a részhez érkezett megjegyzéseiteket, meg a javaslataitokat, mert hogy utazok el a jövő héten, és ezért a szerdai részt azt most kell felvennem. Az éppen a jegyben maradt. Wow, durva volt. Szóval a szerdai részt is fel kell vennem most ezután, ezért ugyan várom szívesen továbbra is a javaslataitokat, de nem fogok tudni olyan gyorsan reagálni rá már a következő részben, mint ahogy kéne, vagy ahogy ideális lenne. Kér 20 vasat, és ad érte cuccokat. Oké, van rengeteg vasam, és csak több lesz, és több lesz, úgyhogy viheted, kedves Kanada. Can purchase with faith. Na végre valahára. Hát ezt szerettem volna már mióta. Meg ne támad! Goddammit. Ne. Jó, még ott maradt. Na gyorsan. Vagy nem maradt ott már senki? Nem maradt ott senki. Itt mi történt? Tudom, mi történt. Az, hogy ő kitámadott. Viszont legyőztem, mert meg volt a sata. Viszont ugye ő nem tudott bevonulni, úgyhogy ezzel most bevonulunk. És kaptunk 50 aranyat. Nagyon megérte. Minor victory. Ez nem hangzik annyira jól, mint amennyire gondolod, hogy hangzik. Úgyhogy inkább csináljuk így, és ezzel is átkelünk. És akkor hozzuk ide a settlerünket, pontosabban ide. Ide a settlert. És akkor ezeket a mezőket befoglalja, plusz még ezt is majd be tudja. Majd megvásároljuk, hogy ami ilyesmi. Remélem Quebec City nem nagyon lesz útban. Ha igen, hát nos, az para. Építsünk egy buildert. Ő jól fog jönni majd a délem. Na mi a settlerkém? Ja, elfoglalták a helyedet. Azt mondja a játék, ide ne építsünk. De ebben nem vagyok biztos, hogy igaza van. Mert hogy itt nincsen víz. Építsünk akkor ide? Vagy ide, és akkor brute force-oljuk magunkat idáig. Az nagyon drága lesz, de lehet, hogy azzal járunk a legjobban. Egyenlőre jöjjünk ide. Legyen a közelben friss víz. Nem tudom. Ezért is akarok második végjátszást, mert egyértelműen most játszom először végig ezt a játékot. Properly. És csomó olyan dolog van, amit, hogyha már először megcsináltál, másodszorra tudni fogod. Példának okáért, szerintem a legjobb példa erre, nem más, mint hogy az előző részben ugye leromboltuk a Damaszkuszt anélkül, hogy kilutoltuk volna. Ez azért történt, ez az van végre monarchiánk.
Ez azért történt, mert én azt hittem, és én úgy emlékeztem, hogy van egy olyan mechanika játékban, nem tudom, hogy ez régi játékokban van-e, vagy pedig, tehát régi civekben, vagy pedig valami másik játékban, hogyha lerombolsz egy várost, akkor nem rombolódik le azonnal, hanem elkezd fogyni a népessége. És minden körben fogy egyel. Tehát, hogyha 6-os a város, akkor a következő körben 5 lesz, aztán 4, stb. És úgy gondoltam, hogy lesz elég időnk még kilútolni a körülöttől lévő dolgot. Hát apparently ez nem igaz. Úgyhogy ez van. Na jó, milyen military policy-ket szeretnénk? Elősorban olyat, amit mondjuk így pénzt ad, vagy pedig production-t. Például encampment district and building for the district. Ez jól hangzik, ha plusz 30%. Aztán 50% gold and resource discount on all unit upgrades. Oké. Erre nincs szükségünk, hogy kapjunk több lovat, még kapjunk több vasat. Rengeteg van így is. Plusz egy amenity, hogyha van ott unit. És akkor már is van értelme annak, hogy a unitjaink vannak. És unit maintenance reduced by 1 gold per turn per unit. Kész. Meg is vagyunk. Ezeket szeretném. Mostly. Igen, ez így jó lesz. És kaptunk is egy a castle-t. A castle most már gyorsabban castle-ödik. És ennek értelmében most minden városba el kéne juttatni egy egységet. És úgy látom Budán nincsen legközelebb. Úgyhogy oda küldjük őt. Te meg... Hát mondjuk te is mehetnél Budára, de most már mindegy. Maradj itt. Igen. Te... Veled legyőzzük őt. Veled meg veled legyőzzük őt. És akkor te viszont menj haza, úgy döntöttem mégis. Valóban ide. És akkor egy olyan egységem lesz, vagy max 2, amelyik nem kap bónuszt. Vagyis hát az artillérre nem kapunk bónuszt. Na jó, ja, rosszra kattintottam így. Artillery? Amenity. Az amenity bónuszt nem kapjuk meg, de hogyha lesznek újabb városink, akkor még megkapjuk, szóval értitek? Jó, ez most nem éri meg ezzel megtámadni, mert akkor a végső ütés az a kanadaiaké lesz. Mert igazából mindegy, XP-t így is kapunk, nem? Mindegy, hagyjuk ki ezt a kört. Meglátjuk. És akkor az új civic, amit meg szeretnénk, az a Naval Tradition. Kapunk egy Envoy-t, szóval az is jó, I guess. Itt pedig építsünk valami szépet. Meeting House. Ja, ezt nem is építeni kell, hanem megjavítani, mert úgy tűnik, hogy valami történt, ami lerombolta. Vagy ez... Miért jó, hogy 4 turns to complete? Whatever you say, boss. Nem tudom, mi történt, de ti biztos tudjátok, mert ti okosabbak vagytok, ezt be kell látni. Ebben a játékban. Jó. El kéne takarítani a balbárokat, mire ide érünk, majd a settlerrel. És akkor azt mondom, hogy rakjuk le ide. Tudom, hogy itt jobb lenne ennek az oldalán a folyónak, de rakjuk le ide. És el tudjuk onnan érni. Két tájt megvásárolunk, és lesz Knighterünk. Oké. Okay. Ez akár még jól is elsülhet. Közben jönnek a katolikus hittérítők, amit ugye mondtam, hogy nagyon szívesen látjuk őket a kicsi országunkban. Örülünk neki, hogy jönnek. Örülünk, hogy itt vannak. Csak így tovább, éljenek a katolikus hittérítők. Ez egy major victory lesz szerint. Hát én... Ellent mondanék ennek, de hát, ha nem halunk meg. Az végül is egy major victory, nem halunk meg. Promotion available. Kiváló. És akkor ezzel pedig ninja rugással megszerezzük a győzelmet. És akkor ő hát, ha eltökölödik onnan, ahova pont akarjuk rakni a városunkat. Mennyi HP-n maradt? 1? 3? Wow. A 100-ból. Great General. Nem kell General. Azt hiszem, mit ad? Grants plusz 2 loyalty per turn for this city. No, nem kérem, most nem fogok háborúzni egy hamar. Békés útra lépünk, hogy ami ilyesmi. Nem nézzük már régen a victory kondíciókat. Megnézzük majd. Úristen, nagyon komolyan gondolja, hogy minket meg akar téríteni. Az összes csuhást küldi ellenünk. Vagy felénk, vagy hozzánk. De hajrá! Eger még undecided. Miskolc eléggé arab, Kiskun féregyháza és Halifax az jó, meg Buda is. Ah, Halifax! Halifaxot viszont totál át kell neveznünk. Ez nem maradhat Halifax. Legyen hódmezővásárhely. Hódmezővásárhely. Noise!
Na jó. Figyelj, hogy te nem mondod komolyan, hogy ott fogsz ácsorogni végig, meg miért kapok. Ember, menj már haza, nincs itt dolgod. Elkészült a builder. Itt is builder épül? Nem, akkor Miskolcon építettük meg a builder. Ez az a builder, amit akartunk. Először is ide kérek egy búzamezőt. Vagy farmot. Na, búzamező az már van. Farmot kell rárakni viszont. És a promóció során pedig azt mondjuk neki, hogy... Nem tudjuk promótálni? Azt miért nem? Ah, miért nem tudunk promótálni tégedet? Hát ez egy jó kérdés. Akkor... Gyógyulj! Majd promótálunk később. Most... Miért jött elő ez a képernyő? Furi. Na és akkor eljött megint a kérdés, hogy mit építsünk ide. Van egy olyan policing, hogy a commercial hub az nekünk alapvetően jó. De... Ide kéne raknunk, és akkor egy farmot lerombolnánk miatta. Vagy ide? Ide rakhatnánk. Ez is plusz 3 aranyat adna. Ide terveztünk valamit? Akvadukt. Akvadukt megépült már ide. Akkor rakjuk ide. Hát nem fog semmi rossz történni. Mi a másik opció? Entertainment complex. Boldogak. Plusz 5 amenities-ük van, szóval ja, boldogak. Encampment, ezt a városon kívülre érdemes felhúzni. Mondjuk a sivatagba. De annyira miatt nem aggódom. Legyen a commercial, amúgy is rámentünk most a pénzre. Elég durván. Te mit csinálsz ott? Az ott micsoda? Azt az, hogy épül? Ha, mik vannak? Megvan közben az, hogy citizeneket hol kell pakolgatni. Most már mindent tudok. Tehát például levehetném. Itt mi épül? Vagy ez elkészült? Itt van egy workshop. Tehát levehetném mondjuk innen az embert. Hoppá, eltűnt a minden. Tehát, ja, az oda van lokkolva. Miért van oda lokkolva? Ja, én lokkoltam be valószínűleg. What? Ez tök fura, hogy mindig elmegy. Most onnan vettem le? De miért megy el? Össze-vissza van! Mit csináltam? Nem, nem kérem. Így. Most visszaállt rendesre? Igen, most visszaállt rendesre. Ki vagy, ezek be vannak lokkolva. De miért kattint duplát? Egyszer kattintok. És leveszi róla. Tehát vagy be lokkolom oda a kattintásommal, vagy kiveszem onnan. What? Az nagyon fura. Rosszul kattintok? Vagy mi történik? Na így volt eredetileg. Igaz? Itt nem dolgozott, ott meg dolgozott. Most én mondanám, hogy ez menjen át oda. Úgy látszik, hogy... Nem tudom megtenni. Swap. Claim this title to be worked by the city instead of your other city. Nem, arra nincs szükségem. Azt szeretném, hogy te így gyere le. Ne tűnjön el ez a képernyő. Most belokkolt oda. De miért tűnik el ez a képernyő, ha rákattintok az egyik emberre? Ezt én nem értem. Értem, hogy itt van a Many Citizens. Aha! Ez zavarta itt be, hogy megjelent itt ez a sáv. Értem. Tehát akkor innen leveszem. Én nem tudom levenni. Így. Le tudom venni. De minden elon azt akarja megdolgozni. Érdekes elképzelés. Na jó, hát a lényeg, hogy megtaláltuk, hogy mi okozza a problémát. Ez tuti valamilyen interface bug volt. Ez kizárt, hogy ez így volt megtervezve. Úgyhogy most már boldogok vagyunk, hogy ami ilyesmi. Ő is kéri a cuccokat. Ez amúgy az elég sovány ajánlat, Kuppe. Figyelj már. Tudom, hogy nekem ezekből sok van, de neked nincs. Érted? Ó, neked is sok van. Hát jó, vigyed. És szét akarok majd nézni a következő körben, hogy mit vehetünk. Mert hogy sok pénzünk van épületből is, meg tudnánk venni apostolt is talán.
Várjátok, elkezdtem egy gondolatot kb. 20 perce. Igen, az lett volna a kifutás az egésznek, hogy azért akarok második végjátszást csinálni, annak ellenére, hogy nincsen hely a csatornán, meg időm rá, mert... Vagyis és pont azért akarom, mert hogy egy végjátszásra nagyon sokat tanul az ember. Oh-oh. Kitört a Gentle Eruption szerencsére. Tehát nagyon sokat tanul az ember egy végjátszás során is, és ezért én szeretném, hogy legyen egy ilyen második shot. Amikor már sokkal okosabbak vagyunk. Szóval figyelj már! Dude! Nem akarsz tényleg onnan elmenni? De ez nagyon para, hogy odaállt, és akkor én meg azt mondtam neki, hogy hát... It's nice. Semmit nem tudok mondani. Beállt oda az egyetlen helyre, amire szükségem lenne. De itt literally az egyetlen hely, amire szükségem lenne. És nem akarom onnan elmenni. Melyik táj... damage elődött, azt megmondja nekem a játék. Ez? Mert ez nagyon ég. Volcanic soil, iron, pillaged. Ja, ez damage elődött. Library. Absolutely library-t szeretnék építeni. És ez pedig szeretném amúgy fel-upgrade-elni, de nem mérik meg a gomb. Ez ilyen bug nap, vagy micsoda? Vagy nem lehet upgrade-elni, vagyis nem upgrade-elni, hanem nem lehet promotálni, hiába mondja azt a játék, mert nem az enyém. Igaz? Ez lesz az. Mert ez csak kölcsönben van nálam. Fogadjunk, hogy ez az. De akkor ez egy újabb bug. Ezeket el fogjátok mondani, hogy igazából mi van ezek mögött a következő rész előtt, és nem fogom tudni megnézni, vagy meghallgatni időben. Úgyhogy majd csak jövő hét vasárnap tudok erre reagálni. Para. Nagyon bosszantanak ezek a dolgok. De az tuti bug volt. Alapból úgy jött elő Miskolc, mikor rákanyarodtam, hogy feljött az egész nézet, miközben nem is kértem, csak simán arra mentem, hogy jó, akkor építsünk valamit. Szóval... értitek? Gyere erre, dude, és akkor reméljük... Hát nem tudom, mi legyen ezzel a settlerrel. Nem tudom, mi legyen. Rakjuk ide? De folyó mellé akartam. De nem túl távol a nyersanyagoktól. Ez a tökéletes hely neki. Ez itt a tökéletes hely. És rajta áll ez a rohadék. For no reason. Ez annyira bosszantó. Na valami csodát próbáljunk meg ezúttal. Petra, plusz 2 plusz food, plusz 2 gold, plusz production. Minden desert tile-en. Ha ezt megvennénk, akkor ide lerakhatnánk. És ugye van 3 desert tile. Már lehet, hogy nem számít a harmadik. Flood plains. De akkor számítana itt. Oracle. Az nem tetszik. Az hülyeség. Akkor építsük meg a Petrát. Úgyhogy megveszem ezt a tájolt, és ide rakjuk. Aztán reméljük, hogy ezt nem csak lizzák el előlünk. És akkor valamit akarok vásárolni, ugye? Most lehet mondjuk hódmezővásárhelyen, itt nem lehet épületet venni. Jó, más helyen. Budán nem lehet. Itt nem lehet. Itt lehet library-t, ami készül. Itt lehet lighthouse-t, ami készül. Egy kör múlva kész lesz. És körbeértünk. Jó, hát ez egy jó kör volt. Tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Na, hol kell a production? Hódmezővásárhelyen, of course. És... azt mondja a játék, hogy építhetnénk Commercial Hub-ot, vagy Holy Site-ot. A Commercial Hub az nem magzik olyan rosszul, ez igazából mindig jó jön, és ráadásul itt van plusz kettős. Arra figyelni kell, hogy majd akvaduktnak maradjon hely. De ide is jött akvadukt, meg ide is jött akvadukt, meg ide is jött akvadukt. Szóval rakjuk az egyik sivatagra, mondjuk ide. Király. Kanada, léci, vidd el az egységeidet. Légy jó fiú. Mit akarsz ott elérni? Na, gyerünk, most van az elkörött. Gyerünk, taka. Taka, Kanada. Hihetetlen. A good navy is not a provocation to war. Cool. Nem, ez kevés, nem fogom change a policy-t.
rakhatjuk ide, akkor nem tudom, mi történik ez a Stone Resource-szal, felteszem, eltűnik. Mondjuk azért nem lenne hülyeség feltétlenül, mert már van itt egy stone, és azt hiszem egy fajta nyersanyag számít csak ilyennek. Tehát hiába építek ide is, bejött meg ide is, azt nem fogja megérezni a város. Más kérdés, hogy nem ideális, de muszáj vagyok ide rakni. Nem, nincs más ötletem. A játék szerint sem rossz ötlet, úgyhogy ja, rakjuk ide. És akkor legalább ezek az eszholok eltakarodnak innen. Debrecen! Yes! Végre megépült Debrecen. Ironikus módon olyan helyre épült, ahol nem akarod, hogy épüljön a városod, de it's okay. És gyorsan meg is veszem neki ezeket a tájlokat. IDGF, ezeket most megvettük. Tudom, hogy nem fog eltűnni, nem fog semmi rossz történni vele, de azért megvettük. Okay? Deal with it. Következő civic az meg a... Hát lehet a Reformed Church, ami ad nekünk Set Basilt, Simultane Religious Orders, Wars of Religion, és az Exploration, ami plusz egy Pasture, a futball. És Merchant Republic, ez nekem jobban tetszik. Ehhez két karavel kell, ami... Hát lássuk be, nem fog megszületni egy hamar. Bár ez is igaz, hogy több esélyem van rá, mint erre, hogy have six cities following your religion, mert hogy nincsen religionünk. Ami van, azt loptuk. Szóval elég para. És lehet két nagy emberünk is, az egyik a nagy mérnök, a másik a nagy író. A nagy mérnök ad... Let this city build one more district than the population limit allows. Triggers the Eureka moment for the printing technology. Ez jól hangzik, mert akkor Budára építhetnénk egyet. Plusz egy districtet. Vagy Drinking Alone by Moonlight és In the Mountains of Summer Day. Nagyon jó, jó lenne a turizmushoz, de passzolom. Inkább téged kérlek, Great Engineer. Ez a Drinking Alone, Midnight, jadi-jadi-jada hülyeség, ez... ja, hogy mind a kettőt meg tudjuk venni. Oh, cool. Szóval ezt megcsináltuk a streamben. Hogyha esetleg meg akarjátok nézni, akkor nagyon ajánlom. Te ki vagy? Te vagy a Great Engineer. Na hát, használd a Great Engineer tudásodat. Miért nem használod a Great Engineer tudásodat? Itt kéne. Itt kéne Budán építeni districtet. Nem adod? Jó, küldjük át egy másik helyre. Nem tudom, mi a baj a Bizsánynek, de majd kiderítjük. Te viszont létre tudod hozni a Great Work-öt. Cool. És majd lesz még egy másik. Spoiler alert, mindenki és az anyja fogjon a következő körben, hogy adjuk neki oda ezt a két könyvet, vagy két művet, de nem fogjuk. Ne vicceljünk már, nem azért írattuk meg azzal a szerencsétlennel, hogy aztán eladományozzuk, meg odaadogassuk mindenkinek. Tudjuk, hogy mi lesz azokra a könyvekre, amit kölcsön adunk. Pontosan tudjuk. Soha nem fogjuk visszakapni őket. Kérek egy buildert, amit pedig építened kéne, az egy... Theater Square, vagy Industrial Zone. Az Industrial Zone nem tűnik rossznak, mert eléggé kevés jelenleg itt a production. Legyen itt egy Industrial Zone. Csak úgy viccből. Tudom, eltűnik az erdő, de hát ez már csak egy ilyen dolog. Unit available for promotion. Ezek továbbra sem akarja az igazat. De valószínűleg tudjuk, hogy miért nem. Itt pedig menjünk azzal, hogy vásároljunk, mert most tudunk neked vásárolni Granary-t. Szóval azzal már nem kell törődni. És a másik pedig legyen Monument. Mert hogy elég közel van a kanadai város, úgyhogy elég gyorsan ki kéne fejleszteni a kultúrát. Ez ilyen kulturális város lesz ez a Debrecen. Meglátjátok. És Bandelbrunnerbe elküldjük a 6. Envoyt, amiből kapunk plusz 2 goldot in every bank and shipyard. Cool. Nagyon jó. Archer. Téged fel kéne fejleszteni crossbowmenné. Hát, amit meg is tehetünk. Hol vannak a statjai ennek a nyomorultnak, hogy mennyi pénzt viszel mondjuk? Ezt azt hiszem múltkor se találtam meg. Hogy mennyi pénzbe kerül a fenntartása. Nem is érdekes. Nem is érdekel annyira. Upgrade-eljük fel. És ezzel meg is van ez a kör.
Éraszkor 71, 86 kell, hogy kikerüljük a sötét kort, és azért kapunk... Ja, most nem kapunk? Whatever, mit akarsz? Jó, nem fogok többet a közeledbe menni, esküszöm. Tényleg nem fog, mert minek? Már nincs hova. Builderkém. Ide kéne építeni egy szép farmot. Oda meg majd egy szép bányát. Na, te vagy a libai. És itt nem tudsz great personködni, mert nincsen hely. Úgyhogy átjövünk ide great personködni. És itt megírod a másik könyvet, In the Mountains on a Summer Day. Ez az űrge, ez a libai, ez egy ókori kínai költő volt egyébként. Ha valaha gondolkoztatok rajta, hogy ki lehetett ő. És csak azért tudom, mert a streamben is megkaptam. Na, itt már Bisheng el tudja lőni a képességét, hogy let Miskolc build one of... One more district than the population limit allows. De itt miért nem? Menjünk már vissza. Engem ez nem hagy nyugodni, hogy itt miért nem. Ez már annyira ki van maxolva, hogy már annyira nem is jöhetne jobban kimaxolva, vagy micsoda? Neked még van 3 builded. Nagyon jó vagy. Akkor ez az első, ez a második, és még egy farmot is adobunk valahova. For good measure. Minden esetre most véget ér ez a kör, erre már kell volt rámenni, és onnan folytatjuk a következő részt. Most még hagyjuk, hogy mindenki lelépje a magáét, de aztán véget vetünk a zenének egyelőre. Nem tudom, mi legyen Kanadával, valószínűleg majd egy ilyen nagy endgame háború lesz a Kanada elleni. Meglátjuk. Meglátjuk. Még azért az odébb van, az sem biztos, hogy eljutunk az endgame-ben, mondom. Szóval, ja. Majd meglátjuk, hogy esetleg írjátok le kommentbe, hogy ti hogy gondolkoztok erről a kérdésről. Nem tudom, tényleg nem tudom. Nekem nem nagyon van erőm már plusz contentet csinálni így, ilyen módon, hogy csak töltjük fel a napokat pluszba, és igazából mindenről kéne contentet csinálni. Most lenne jól egy Patreon. Oda lehetne. Na jó van. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi voltunk mára, vagy ennyi voltam mára. Innen folytatjuk jövő szerdán. Azért írjátok le a kommentjeiteket, a megjegyzéseiteket ezzel az epizóddal kapcsolatban. Számítok rá, hogy eddig is megtettétek. És a jövőt szerdai, a jövőt szombati részben, vasárnapi, jövőt vasárnapi részben számot is veszünk róla. Úgyhogy nem fog elveszni a kommentetek, csak kisé delay-elve lesz. Köszi szépen, sziasztok!